Szövetség minden tagját üdvözlöm, Kervosz vagyok. Elnézést kicsit a hangomért, mert megvettem fázva. Nézzük meg a heti Tavern Brawl-t, igazából már megcsináltam. De nekem annyira tetszett most ez, hogy úgy gondoltam, hogy megyünk még három kört. Igen, ezt most Warlockkal csináltam meg. Igazából ez a The Void Singularity, amibe ki kell játszani lényeket, és azoknak a lényeknek az értékeit átveszi a démon, amit ezzel folyamatosan tudunk erősíteni. Beraktam egy Blessed Crystal Potion, mert sose lehet tudni. És igazából az elején vannak olyan lapok, amikkel így érdemes, tehát a Zimp, tehát 3-2-essel kezdeni, a Void Caller, az Ancient Watcher, és itt van nekünk még a Homogus Razor Thief, ami nekem egyébként jók a tulajdonságai, meg az Ancient Watchernek. És ebbe így remekül beleillik, mert csak az értékeit kell odaadni a lénynek. Aztán majd kiderül, hogy hogyan fog ez alakulni természetesen. Reméljük, hogy jól. Egyébként ezen a héten is Kobolds & Catacombs-os pakli csomagot lehet kapni. Úgyhogy azért is érdemes megcsinálni. Illetve most már bejelentették azt, hogy megjelenés napján kapni fogunk pakkokat, kapunk egy ingyen fegyvert, és hogyha 3 dungeon run-t megcsinálunk, akkor jóformán azért is kaphatunk pakkokat. Tehát teljesen jó. Na. Közben az ellenfelem. Ez nem csinál semmit. Mivel jól felerősítjük. Aha. Tehát... ez. És arcol. És ezzel már nagyon nem tud mit tenni. Miért autosítod, amikor neutralizálja, hihetetlen. Aj. Na de ez jó. Ancient Watcher. És igen. Még a tojást is beleraktam, mert az is szerintem elég jól használható. Nem tud letenni másik lényt, mert akkor a tamuntját elveszíti. Ezek. Hogy gyere arcba, főnök! Nekem az nem baj. Azt mondja, hogy... most lőtjük. Ancient Butcher. Utána kijön a Cyber Dreadlord. Mondjuk valamire készül. Charge. Látszik, hogy csak arcra akar venni mindenképpen. Szóval a dologban csak annyi baj van. Én folyamatosan fogom erősíteni a lényemet. És... elég nagyobb bele tudok majd ütni. Ha csak nincsen még egy neutralizálója, amivel elintézi ezt most. Hát igen.
Lehet így is. De... megnyertük az elsőt. Kimenjük a következőre. Meg azért gondoltam, hogy Warlockkal kellene megcsinálni, mert egyrészt olyan questem volt. Illetve, hát ez inkább annak tűnik jóna. Bocsánat. Gul'dan versus Gul'dan. Gul'dan. Ez még jó is. Watcher, krokodil, meg utána még a Dalaran. És elég jó értékekkel fog majd menni. Elfelünk. Job's done. Ja nem, mi kezdünk, elfelejtettem. Na nézzük. Jönnek. Job's done. Ez teljesen jó. Na nézzük, mit csinál. Érme. 3 manáért pedig. Aha, ő is játsza. Jó. Na nézzük. Legyen jó. Úgyis harcba fogsz jönni, úgyhogy mindegy. In the best shape of my life. Még ez most váratlan volt nekem is. Így. Na, nézzük. Leüti. Jó. Az a jó, hogy... én viszont ezt meg tudom csinálni. Ilyen ő. Ő. Visszaszedjük az életerőt rá. Lesz kiszen, igen, igen. Yes! Nice. Igen, Warlockkal nem nagyon játszok, úgyhogy így nem meglepő, hogyha szintlépésekért kapni fogok. És lehet, hogy kicsit rövidebb lesz ez a videó, de... nem is baj, mert igazából a lényeget azt látjátok így is, hogy hogyan kellene. Most tudja, hogy utolsónak ki fogok kapni. Biztos vagyok benne. Ha nem, akkor meg... Gul'dan versus Bayev! None can escape my fury. Your soul shall be mine! Még ez is jó, oké. Ó, de még mennyire jó. Na. Ellenfelünk mit lép? Az biztos, hogy az lesz, hogy most kimegy az Ancient Watcher. Utána meg ez a kettő. És még? This is our town, scrub. Yeah, beat. Jó. Oké. Why do you call? Job's done.
88-as. Ha csak nincs nála szer. Igen. Miért akarsz el backstabbet használni mindenképpen? Semmi értelme. Azt leütöm. Kijátszom. Vissza az életet. Van még egy ilyenem, úgyhogy... Tehát inkább ilyen deathrattle-ös paklit csinált. Ez nagyon nem fogott neked a szívem. De tudod? De szerintem nem, de mindig is. Na? Köszönöm. Szerintem vár egy SSN-étel. Ha nem tudja megölni, meg szepet nem tud ráküldeni, akkor igazából ezt is megnyertem. Aha. Miért? Szerintem azzal abba hagyom. Mondom, kísértem a sorsomat, hogy úgy fejezzem be, hogy elveszítem az utolsó, de hát nem. Gul'dan versus Rexxar! Ajjaj. Let the hunt begin. Your soul shall be mine. Na, nem, nem. Au. Az annyira nem jó most. De ha felhúzunk egy impet, vagy egy Void Walkert, akkor már is jó. Tarrarrá. Elég voltam ezen a pályán. Az új pályára majd kíváncsi leszek itt harcomban, hogy miket lehet aktiválni. Na szóval, ellenfelünkkel most mi van? Hm? Harmadik körig talán nem baj, hogyha csak ez megy ki. Akkor talán magába tudja azt is szintni. Megint a Devil Sword is már megöli ezt. Devil Sword is kijön, és akkor jó van. Hát egy 8-5-ös. Kampai, gyerünk már! Kampai, bocsánat. Tarrará. És mi jön vissza? Your opponent's leg.
Hát, akkor mindegy. Na, ez lett volna ez a rövid videóm a Tavern Brawl-ról. Remélem, hogy tetszett, bármennyire is rövid volt. Igazából win, minden négy játszma. Úgyhogy, ha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljátok, ha meg nem, akkor úgyse fogjátok. És legközelebb találkozunk, ami jövő héten lesz, mert jövő hét hétfőn lesz egy nagy livestream, amiben megosztják a fennmaradt lapokat, és azután pedig majd megcsinálom a második felét a lap elemzésnek. Úgyhogy már 53 paklim van, közben jó sok aranyom is, úgyhogy legközelebbi videókig elköszönök tőletek. Addig is, sziasztok!